Ezzel a kibó felirattal várták a 6 hetes afrikai csemetét a Nyíregyházi Állatpark gondozói és az érdeklődők. A család legkisebb tagjának érkezése valóságos szenzáció volt 6 héttel ezelőtt, hiszen Magyarországon eddig csak Nyíregyházán született afrikai elefánt. Kibó a 21 éves Kwanza és 29 éves Jack harmadik utódja. Igazi születés, ami meglepetés volt a kisállatnak a születése, hiszen alapvetően szeptember elejére vártuk a kicsi érkezését. Augusztus végén konkrétan a 25. születésnapunk alkalmából, tulajdonképpen kipottyant az anyukájából, a hajnali órákban látott napvilágot, és mikor már jöttünk reggeli órákban ide állomány ellenőrzésre, már egy újabb kis elefánttal gazdagodott a gyűjtemény. Ő Kimani és ő Kitó, a két nagy testvére, illetve Kwanza kitűnő anyuka. Ő alapvetően folyamatosan gondoskodva figyelik a kicsi minden egyes mozdulatát, és több kis állat született már nálunk a Nyíregyházi Állatparkban, több kis elefánt, és azt kell mondjuk, hogy mindenki más-más tulajdonságokkal bír. Hát a kis kibó, hát egy nagyon vagány állat, alapvetően folyamatosan kötekszik a nővérkéjével, aki anyai gondoskodással figyel a picire, de a csapat minden egyes tagja állandóan figyeli a kicsinek a rezdülését. Kwanza, kom! Kwanza! A saját szemünkkel is láthattuk, hogy az elefántok hallgatnak a nevükre, ezért is fontos, hogy olyan lehetőleg két szótagú nevük legyen, amelyekkel a gondozó be tudja őket hívni. A kis afrikai elefánt igazi sztár, a vendégeink segítségét kértük a névjavaslat tekintetében. A közösségi oldalokon tettük fel a kérdést, hogy ők milyen nevet adnának az ország egyetlen afrikai elefántborjának. Volt kitétel, mindenképpen K betűs nevet szerettünk volna adni, ami afrikai csengésű, és két szótagú, hiszen így könnyebb őt behívni. Végül a Kibó névre esett a választás, ami egyébként a Kilimandzsáró legmagasabb pontja, de érzelmi kötelék is húzódik a névhez, hiszen az anyai nagyapját, aki nemrég hunyt el, így hívták. Az afrikai elefánt az állatpark ismertetője szerint a legnagyobb szárazföldi állat. A bikák akár 4 méteresre is megnőhetnek, de a tehenek is elérik a 3 méteres magasságot. A kifejlett afrikai elefánt naponta 100-300 kg élelmet és közel 200 liter vizet fogyaszt. A névadó ünnepségre készített vegetáriánus menü is hamar elfogyott. Volt sütőtök egészben, alma, saláta, szőlő, sőt széna is. A felvételen jól látható, hogy Kibó még nem tanulta meg, hogy az étel nem játék. Kibó születése után el kellett telnie pár napnak, mire sikerült őket becsalogatni a házba. Miután bent voltak, ugye megtörtént az első szemle, megvizsgáltuk, hogy rendben van-e vele minden, nincsenek külsérelmi nyom rajta, szerencsére teljesen egészséges volt, azóta nagyon gyorsan fejlődik, születési súlyához képest már 15-20 kilót felszedett, úgyhogy körülbelül már 100 kg-ot nyom. Egyenlőre még csak anyatejjel táplálkozik, a száraz eledelekkel még csak inkább játszik. A kis elefánt egyelőre jól érzi magát a családjában, és mire felnő, akár elérheti a 7000 kg-ot is a gyerekek és felnőttek legnagyobb örömére.